Nagyon fura te ezt játszani. Mondom, utoljára... Még hogy hívják, még ilyen középiskolás kölyök voltam, amikor utoljára játszottam ezzel a játékmóddal, valami hihetetlen. Nem is tudom, mikor játszottam utoljára a játékkal. Nem is tudom, mikor játszottam utoljára ezzel a játékmóddal. Ja, amúgy sziasztok srácok, itt ilyen 2000 és Martin. Cső. Ez pedig egy váratlan videó, ugyanis hihetetlen módon a játék engemet bedobott a passz játékmódra, ahova életemben nem jártam. Vagyis ebben az évtizedben még életemben nem jártam. És az előző évtizedben is csak akkor, amikor behozták a játékot. És hogyha annak idején tudtál menni passzölt, akkor kaptál egy ingyen sapkát, ami valami, hol is van az a fura sapka, így néz ki. Lasti sapka. És mini passzölt, miniatűr fél lasti dolog. Tehát ezt a kettőt lehet megkapni ilyen achievementre. Viszont iszonyat nehéz megkapni ezt a kettőt, azért meg pont, hogy nem kapsz meccseket, és pont azért volt nekem fura, hogy bedobott egy ilyen hivatalos meccsre, és néztem, hogy ez nem közösségi, ez tényleg a passzölt, valami hihetetlen. És ami a lényeg ennek a játékmódnak az az, hogy kapsz egy labdát, amit el kell jutassál az ellenfélnek a kapujába, pont mint igazi pociba. Csak itt megölitek egymást. Csak ennek is ölitek egymást, itt szabad pautolni. Na, ez is egy jó szögben halt meg. Vannak itt különböző érdekes dolgok, mint például... ezek a gyorsító dolgok, ami pillanatnyi erőt adnak. Olyan rég nem játszottam ezzel a játékkal, hogy már elfelejtettem, hogy mit csinál. Hát, főleg ez a játékmódnál van ugyanígy. Redelkapás, nagyon fura te ezt játszani. Mondom, utoljára... Még hogy hívják, még ilyen középiskolás kölyök volt, amikor utoljára játszottam ezzel a játékmóddal, valami hihetetlen. Most amúgy mi a lényeg? El kell juttatni a labdát a kapuba. Akkor az ott fent most mit jelent? Mire gondolsz, hogy mi mit jelent? Vagy ez, hát az a trick fent. Ja, fent azt jelenti, hogy mennyire van közel a labda a kapuhoz. Lent pedig azt jelenti, hogy a labda épp hol jár a pályán, mennyire van közel vagy messze a kapútól. Meg azt is jelzi, hogy épp kinél van a labda. De jó, hogy ezeket most kapom meg. Legjobb van egy inventory slotom, ami teljesen üres. Nem akarsz elégni, nem fog elégni. Kérem vissza a Halloween. Viszik a labdát, ilyen szép csíkos, meg minden egyéb más. Na, itt van a kapu. Akkor látod, hogy öngolt nem tudsz dobni, a jelzés. Miért nem? Hát nem tudja szabotálni havernak a meccsét például. Poénból. Na, a labdát megint viszik. Igen, akkor itt labdának külön kamerája van. Van a labdának külön kamerája. Ja, nem lehet elnyomni. Nem is lehet elnyomni? Ó, érdekes. Buu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 u
Na hát mindegy. Nem hiszem el. Bement a labda. Na. Ez van. Menjünk akkor, áruljunk meg a kaját, hát ha megsajnálna. Rájukat a leg. Na, lám, hát a következő jobb lesz. Na, úgyhogy igen, akartam csinálni egy videót azzal, hogy elfeledett vagy elhagyatott TF2 játékmódok, és a listának az egyik élére ezt akartam tenni, mint hogy ilyen hivatalos játékmód, és mégis el van hagyva. Elhagyatott játékmód a tökömet. De épp azt akartam mondani, és erre bevág egy ilyen meccsre, ahol ennyien vagyunk. Ez minden csak nem elhagyatott.
Na jó, most már hát csak... De nem is jó. Nem is jó. Ráadásul... Csak már csak 10-en maradtunk. Akkor szükség lesz egy engineerre. Lesz el pályáról, aki védi a dolgokat? No. Nem leszek most kémény. Mint Buckshot, Domi? Hát mindig én vagyok a kémény. Hát ja, téged kéne követnem, te aranyember. Ugye? Nem is vagyok akkor engineer fan, de azért gondoltam, hogy ezt a fegyvert meg akartam szerezni Ausztráliumban mindenki. Akkor, ha nézem meg közelebbről? Kölcsönvesz-hetem? Picit. Jó, akkor menj át engineerbe. Ezt már te vissza nem kapod. Ne! Áruló! Áruló! Mondom, te nagyon huráj lelkületű vagy. A borsodik. Fel kell fejleszteni a szentségem. Te merre vagy? I don't even know. Aki ott a lagzti. Én között védem, hogy nem legyen semmi baj. Ez meg mit tud? Nem ölöd meg a szentrimet. Várjunk. Akkor nem az a kapu, hanem ide kell jussanak? Nem, észre mi rossz helyről védünk. Te. Erős rossz helyről védünk, mert de hátra kell menjünk. Csodálkoztam, és azt mondtam, hogy... De úgy emlékeztem, oda a kapuba kell bedobni. De ide kell bedobni. Mi a... Isten. Annyira elfejtettem, hogyan kell ezt a játékmódot játszani. Hát lassan 10 éve már volt. De úgy emlékeztem, hogy az a kapu. De akkor azt mondja, hogy ide hátra kell jönni. Dispenzerrel kezdünk. De igen. Én pedig a Sentry-vel legyen meg az első védelmi vonalunk. Hú, de tényleg erősen csodálkoztam, hogy hogy lehetett az, hogy itt védjük a kaput, és közben úgy is kapjuk a pontot. De ez így mindent megmagyaráz. Jön lopni a vasat, nézd meg. És akkor mi van? Úgy. Henk az mire bevédekezünk? Mire bevédekeztünk, arra meg is nyertük. Ja. Nem volt, de legalább figyelj. Mi azért voltunk jók, hogy nem kellett arra ügyeljen, hogy hátra menjen és bemenjen a Lasti. Itt tudott a támadásra ezt pontosítani. Give me your gun. Tessék. Thank you. Mi elvonul vele. Oké, megint mennek oda-vissza, hogy szerintem elég, ha csak egyikünk épít, a másik pedig akkor ott támogatja őket tovább. Ne, attól egy szentrit ide dobhatsz. Nem, épp az, viszek oda viszek most egy szentrit. Előre. Amúgy ég a szemem. Megpróbálta. Lopom én itt az Ausztrálium fegyver. Látod, most kéne ide a kettő szentri. Ó, nem már. kár, nem a délvidékiben észrevetetet használtam. Szépen lepasszolta. Tényleg, ha szóltok még, akkor nekem is ledupasszolják. Álltam úgy. Úgyis megint győztünk, jéj! Lekoszom állapotás 1 felderítőbe.
Hát ez már nem az én napom, de nem is arról volt szó, hogy akkor én mekkora performance fogok levágni, hanem hogy csak maga a játékmóddal legyen egy videó, mert nem hittem volna. Hát hamarabb haltak az a játék volt, mint hogy elkezdtem volna újra a videózást. Team Fortress 2-be. Ez a véleményem. Na mindegy, ez jó volt. Na, úgyhogy akkor köszönjük mindenkinek, aki végignézést. Tetszett, nyomj egy lájkot. Subscribe. Nem, sosem szoktam mondani a subscribe-ot, rábízom mindig az emberekre. De azt én majd mondom. Szóval subscribe to me. Igen, ne nekem, neki. Írjad. Kaptam igen. Valamit. Az jó, én nem. Megkaptam azt a fegyvert csak simába. Igen, akkor... annyiben szeretnél a Discord közösségünkhez tartozni, csatlakozhatsz a videó leírásában található linkre kattintva, szabad az elfogadásra megkapod a tagrangot, ami számos közösségi szobához ad majd hozzáférés köztük azokhoz is, ahol a közös játékokat és a streameket is szoktam tartani. DM2000 voltam, sziasztok!